E ci imparco cosa c'è Talok. Lato che il ponto lo serve. O da Magnac, ma Keresham. Kitli pisce a cosa lab? Ugyan ennyivel távolabb. Hány ezer kell még a felismeréshez, hogy sosem érem el? De mégis, tudod, ez olyan gyermeki hit. A semmit követem, de illúziót kelt bennem, hogy azért csak csinálok valamit. Mindig azt gondolom, hogy majd én váltom meg a világot, holott arra sem vagyok képes, bozd meg, hogy a barátnőmnek vegyek egy szál virágot. Talán figyelmetlen, netán önző a személyem, ne is foglalkozz velem, igazából megértem, mert az is csak olyan gyermeki. Lassan 20 éves étálok a sínek között, és még mindig nem csapott el a vonat. Nem tudom, hogy pedofil vagy perverz agyamú, de folyton hátulról tapogat. Ezek a sínek nem vezetnek sehova. Mi kellett ahhoz, hogy a jellemem ennyire ne váljon erőssé? Annyira vagyok felnőtt, hogy a saját döntéseimért is másokat teszek felelőssé. De ez egy kamusin, szivárványból rakott síkösvény. A hely, ahova igyekszem, egy majréféle légörvény. Lehúz minden logikát, pánikol az értelem. Egy kreált világban talán magamat sem kéne féltenem. A pont, ahova a pont helyett lassan már csak egy csöndes téli álmot látok. De ne gondold, hogy nincsenek reális céljaim, csak betartom a követési távolságot. A horizontban vár a felnövés kapuja is. Matek órán azt tanultam, hogy sosem érek oda. Lehet. De ha folyton ezen kattogok, az csak egy olyan Radnóti féle erőltetett menet. Kihallatszik a gondolatom, a koponyám egy vékony falu fülke. Teljesítményt hazudok önmagamnak, de a lényeg az, hogy anyu büszke. Legalább gondolkodom, tehát vagyok. Csak ez sajnos ide kevés. De ha mondjuk tényleg ez lenne a lét feltétele, akkor nem is lenne probléma túlnépesedés. Nem beképzelt vagyok, de le kéne szállnom a földre. Sírva kell és nyakideg görcs. Feszült mellkas. Voltál már a helyzetemben? Igazából mind ott vagytok, csak olyan kibaszott nagy mártír vagyok, hogy megértem inkább elperegyben. Itt vagytok. Ti is. Van hely bőven hölgyeknek és uraknak. Ez egy olyan hely, ahol a madarak is repülővel utaznak. Ahol a Parkinson csak Parkinson, és nincs is tele csupán annyi a furcsa, hogy minden autóban jobboldali a kormány. Lehet sosem leszek teljesen érett, és te sem leszel focista vagy rendőr, és nem lesz full extrás kocsid meg házad. Mindenki mást akar. Ez egy általunk teremtett párhuzamos univerzum, ami önképet ápol, realitást eltakar. Tudod, ez is csak egy opcionális döntés. Te választasz világot, csak észszerűen kell látni. Lehet, hogy jövő hétre felnövök, és a barátnőmet is egy szál virággal fogom várni, meg lehet. De nem biztos, hogy jó ez így, mert mégis hogy mondjam meg, ha kérdezik, hogy a cél, amifelé haladok, az valójában nem is létezik. És igazából csak haza akarok jutni. Ez nem egy lepra fertőzött rémálom. Nem egy lepra fertőzött romhalom. Egy ideig jó irányba haladtam, esküszöm. Csak valahol kisiklott a vonatom.